Köszöntöm nézőinket! A kulturális híradóban a Verőcei Színház vendégjátékáról és a Térzenék a belvárosban elnevezésű rendezvény első programjáról számolunk be. Tartsanak velünk a következő percekben. Sírkő és kakaó. Őrsi István tragikomédiáját Bagosi László rendezésében mutatták be az Anna utcai nyári játékokon, ezúttal horvát nyelven. A Verőcei Színház művészei és a rendező a különböző stílusok ellenére izgalmas munkát tudhatnak maguk mögött, melynek eredményét június 5-én láthatta a pécsi közönség. A darab szerint egy házaspár az eltartási viszonyban élő főbérlőjét egy 100 éves öregasszony szeretne eltenni láb alól. A próbálkozások ellenére az idős hölgy egyre jobb egészségi állapotnak örvend. Egy orvos, aki az öreg cinkosa, könyvet ad a fiataloknak, melynek címe a lakás tulajdonos vénasszonyok jobblétre szenderítésének törvényei. A hasznos praktikákat azonban az öreg lány is ismeri, ám a legváratlanabb pillanatban hirtelen meghal. Az öröm elmarad, hiszen a fiatalok már elfásultak, beletörődtek sorsukba, és sírni kezdenek. A hangra a vén fölébredés meghatódik. Életben maradásának látványa viszont olyan hatással van a párra, hogy nyomban belehalnak. Az ajtóban pedig már ott várakozik a következő pár az albérlet reményében. Ez egy metaforikus darab, hát arról szól egyrészt, aki a szabadságot. Egyrészt a hatalom természetéről szól, a hatalom abszolútizált formában a pártállam idején. Az öregasszony testesíti meg ezt a hatalmat, erős, legyőzhetetlen, a kiszolgáltatott polgár, vagy polgár szóna nem hangzik pontosan, a kiszolgáltatott kisember a másik oldalon, akiket lenevelnek a szabadság élvezetének a lehetőségét. Milyen érzés volt egy idegen nyelvű társulattal együtt dolgozni, egy idegen nyelvű rendezésben, egy magyar darabban? Hát, miután Magyarországon nem nagyon kapok lehetőséget rendezni, nagyon jó érzés volt, annál is inkább, mert ők nagyon jól vették ezeket a impulzusokat, amiket én próbáltam közvetíteni ennek a magyar darabnak a kapcsán a horvát színészeknek. Számomra, mint színésznek, az volt a furcsa, hogy rengeteg zene és tánc van a darabban, ami a mi színjátszásunkra nem jellemző. Nekem nem jelentett gondot ezeknek a szongoknak az éneklése, sőt úgy érzem, hogy plusz energiát adott a játékhoz. Én szeretem ezt a darabot, mert ahogy az Őrsi Pista az előbb elmondta, én mindig a hatalommal való viszonyt próbáltam a különböző darabokban, amit csináltam életemben, megfogni és megpróbálni, megmutatni, hogy jó, hogy nem jó. És ez tényleg erről szól, és tényleg igaza van az Őrsinek, hogy fölértékelődött ez a dolog. A mai világban, amikor is arról szól az élet, hogy ha nem vagy elég erős, ha nem vagy elég tehetős, akkor elbuksz. Több éve indult az a kezdeményezés, amely a térzene régi rangjának, hangulatának visszaállítását és népszerűsítését tűzte ki célul. A Pécsi Kulturális Központ jóvoltából idén 4 alkalommal csendül fel a muzsika a járókelők szórakoztatására a színház téren. Az 1957-ben alakult Ércbányász koncert fúvózenekar nyitotta a belvárosi térzene sorozatot, és bizony egy rövid időre a Nyüzsgő Király utcában megállt az élet. A zene olyannyira illett a gyönyörű délután hangulatához, hogy egy pillanatra mindenkit megérintett a muzsika és a mediterrán város különös összhangja. Fellépés, olyan koncert, ahol sokkal közelebb vagyunk a közönségünkhöz, hiszen bárki oda jöhet, megnézi a kottákat. Nincs az a színpad, ami elválasztja a társaságot a
közönségtől. Ilyenkor persze nem lehet komoly koncertműsort játszani, hiszen a közönség se olyan, hanem hogy szervezett közönség, akit megáll, az szeretné hallgatni a zenét. Természetesen könnyedebb jellegű muzsikával készülünk. Azért becsempészünk egy-két komoly zenét is, Brahms második magyar táncot fogjuk játszani. Seherezádi indulót, ami egy orosz szerzőnek a híres Rimszky-Korszakov műve alapján készült átirata. Igyekszünk nívó zenét játszani, de általában könnyű zenét fogunk játszani. Nagyon kellemes érzés hallgatni a zenét. Hát én nekem nagyon tetszik végeredményben. Szeretem. A fúró zenét különösen szeretem. Nagyon tetszik, eddig is mind a két alkalommal voltunk, és nagyon tetszik, és szerintem érdemes csinálni. Én 78 éves vagyok, de élvezem. A hangulat alakul ki ilyenkor, amikor az emberek megállnak, ráérnek, hallgatják, itt van a két étterem teraszán, isznak egy pohár sört, vagy egy kis bort, borocskát, és hallgatják a szép muzsikát. Június 25-ig a Színháztéren minden vasárnap 18 órától 1 órán át játszanak baranyai és pécsi fúvózenekarok a járókelőknek. És végül kérem, hallgassanak meg néhány hírt, érdekességet. A felnőttekből álló nemzetközi zsűri Macskási Katalin Megtalált színek című alkotásának ítélte a legjobb filmnek járó fődíjat az olaszországi Trevizóban megrendezett 11. nemzetközi gyermek- és ifjúsági filmfesztiválon. A Duna Televízió műhelyében készült 15 perces kisjátékfilmet, amely a rendezvényt támogató UNESCO külön díját, a Fellini díjat is elnyerte, gyerekek ötletei alapján írta és rendezte Macskási Katalin, operatőre Mánfai Miklós. Megkezdődött a műemlékvédelmi törvény módosításának előkészítése. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke szerint a mostani törvény egyes fejezeteire a rendkívüli szigor a jellemző, más részei viszont túlságosan engedékenyek. Emellett tisztázni kell a törvényben a műemlék, a régészeti emlék, a műtárgy pontos fogalmát is. Az elnök közölte, hogy a törvény módosításával várhatóan bevezetik az úgynevezett elővédelmet és a részvédelmet. Az első főként a 20. században alkotott építményekre terjed ki. A második pedig azt kívánja elősegíteni, hogy a védett műemlékegyüttesekben, például a kiszolgáló létesítmények átalakításakor ne kelljen a maival megegyező hosszú engedélyeztetési procedúrát végigjárni. A Beregszászi és az Újvidéki Teátrum társulata nyerte a határon túli magyar színházak 12. fesztiválja nagy díjait. A Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház Csokonai Dorottya című vígjátékának előadásáért kapta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzati közgyűlés által felajánlott nagy díjat. A Kisvárdai Városi Önkormányzat által alapított nagy díjat az Újvidéki Színház társulata Pirandello 6 szereplő szerzőt kereszt című művének előadásával érdemelte ki. Kedves nézőink, a figyelőből még megtudhatják, mi volt, mi van és mi lesz a város kulturális és művészeti életében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet tekelőjének.